Hoziáš bol Boží muž. Hoziáš Ištán Ambera volt. A Boh mu hovorí, zobri si takú ženu cudzoložnú. Ištán mondja neki, menj és vedd feleségül a házasság törő asszony. A zamiluj si ju. És szeresd meg őt. On to urobil. És ő ezt megtette. Jaký som pozeral tento príbeh, veľmi sa dotýkalo môjho srdca. Ahogy néztem ezt a történetet, nagyon megérintette a szívemet. Pochopil som Boha, jeho srdce. Megértettem Isten szívét. Ako nás miluje. Mennyire szeret minket. Tento muž Boží kázal o Božom o Bohu az ľuďom. Az Isten embere predikált, Isten szavát predikált az embereknek. A jeho žena ho podvádzala. És az ő felesége, ez a házasság törő asszony megcsalta őt, mindig mások után. Jeho žena nebola obratená. Nem volt megtérve a szíve Isten felé. Tak ho podviedla. És így mindig megcsalta Hozsiást. Ale raz prišiel čas, egyszer jött egy idő, že ten k tomu, čo ona sa popredala jemu, hogy amikor az, akinek eladta magát, on ju zobral a dal ju na podium, aby kúpili si ju. Egy idő után az a férfi, akivel ez a házasságtörő asszon volt, már nem akarta őt, ez az ember, és elvitte piacra, és árulta mindegy tárgyat. Ale tento Hozeáš napriek tomu vedel, že on čo robí, ona čo robí, annak ellenére Hozeáš tudta, hogy ő mit tett, že cudzoložila, hogy bola mu neverná, hogy nem volt hűséges, hogy mások után ment, hogy házasságtörő életet élt. Napriek tomu išiel, annak ellenére ment, a za ňu zaplatil. És ment, és megfizetett érte, megvette őt. 15 striebra, 15 ezüstön, az a pol druhá homéra jačimenia. És egy homér árpán. Čo chcem dneska, brat, sestra, toto zvýrazniť? Mit szeretnék ma ezzel mondani nektek, testvéreim? Tu človek zaplatil striebrom a jačmenom. Itt valaki fizetett ezüsttel, meg árpával. Ale vieme, že náš Ježíš za nás zaplatil krvou, to drahocenou krvou. De mink tudjuk, hogy Jézus Krisztus mi értünk, az a szent tiszta vérével fizetett értünk. Chcem, aby sme spolu išli do Izaiáša 53. Szeretném, ha együtt kinyitnánk Ézsaiás proféta 53. fejezetét. Aby sme poznali tú hĺbku bolesť našho Boha a Ježíša Krista. Hogy ismerjük meg Isten szívét, az ő fájdalmat, az ő szívét, mi értünk. De kedy máme iba mysli. Valamikor csak elménkben van. A srdce je ďaleko o tom. És a szívünk távol van. Prečo toto hovorím? Prečo toto rozprávam? Miért beszélek erről? Lebo vidím v našom živote, ma látom az életünkben, že nebereme si to vážne, čo robil pre nás Ježíš Kristus. Hogy nem veszük komolyan, mit is valójában csinált miértünk, tett meg Atya és Jézus Krisztus. Biblia hovorí, Isten igéje mondja, kto uverí našej zvesti a komu bolo zjavené rameno Hospodinovo? Lebo vyraslo pred ním ako nežný prútok, ako koreň z vypralnej zemi, nemal podoby ani krasy. Videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, prečo by sme ho boli bývali žiadostiví. Bratia, sestry, Ézsaiás 53. fejezet 1-es és a 2-es, ki hitte el, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt lett nyilvánvaló, úgy nőtt föl színe előtt, mint egy vesszőszál, mint gyökér a száraz földből. Nem volt neki alakja és ékessége. Néztünk rá, de ábrázata nem volt kívánatos. Možno ti ja sme sa narodili na lepšom meste, čistom, peknom. Lehet, hogy te vagy valaki szép városban nőtt föl, ahol tisztaság volt. Ale viete si predstaviť, že Boží syn vedel, že musí prísť na túto zem, narodiť sa v maštalni? De tudtátok, hogy Isten fia lejött a mennyből, és egy istállóban született? Takto sa ponižiť? Ennyire megalázkodott? A pre teba, pre mňa. Te érted, és én értem. Obornutý bol a opustený. Od ľudí, muž bolesti. Megvetett és emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője.
Možno si čítal toto, brat, sestra. Lehet, hogy ezt már régebben olvastad, testvérem. Ale čo si pochopil hĺbku tohoto slova? De mit értettél meg ebből? Že si predstavíš, že najväčší Boh Otec dal svojho syna, aby také veci prešiel. A tudjátok képzelni, hogy a mindenható Isten az ő egyetlen fiát adta mi életünk, hogy ezen átmenjen, ezt átélje, ezt a mind rosszat? Muž bolesti, oboznamený s nemocou, jako tým, pe ktorým skrývajú tvár, opornutý a preto sme si ho nevažili. Fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől arcunkat elrejtjük, megvetett volt és nem gondoltunk rá. Evangelium 19. kapitola hovorí, vtedy zal Pilát Ježíša a zbičoval ho. És akkor Pilátus megparancsolta, hogy Jézus Krisztust megkorbácsolják. Čo si myslíte? Aké to bičovanie bolo? Mit gondoltok, hogy milyen volt az a korbácsolás? To nebolo hoci jaké bičovanie, brat, sestra. Ez nem akármilyen volt, testvéreim. Bolo to utrapenie. Ez nagyon nagy fájdalom volt. Boží syn pociťuje bolesť na tele. Isten fia érezte a fájdalmat az ő testén. Koľko by sme my vydržali rany? Mennyit bírnánk ki mi? Vydržali by sme rany 1-2? Egyet, kettőt? Na svojom tele. A mi testünkön? Verím, že nikdy. Nem tudom. Lebo by sme otočili na toho druhého. Mindjárt támadnánk arra másikra. Ale Ježíš toto nespravil. De Jézus ezt nem cselekedte. Vojaci upeťu z korunu strňa položili mu ju na hlavu. Odiali ho do šarlatovým plášťom. A katonák tövis koronát helyeztek a fejére, és egy köntöst tettek rá. To všetko si musel Ježíš prejsť. Ezen minden Jézus Krisztusnak át kellett menni. Brat, sestra, kedy pochopíme v našom živote? Testvére, mikor fogjuk ezt megérteni? Že kresťanstvo není iba o to, že ja sa obliečem, pôjdem do cirkvi. Hogy a kereszténység nem az, hogy most felöltözök és elmegyek a gyülekezetbe. Kresťanstvo je odávaní. A kereszténység az adásról van, hogy mink... Boh Otec dal svojho syna. Úgy, ahogy Isten az atya adta az ő egyszülött fiát. Abraham dal svojho syna. Abraham feláldozta, adta az ő fiát. Čo sme my ochotní spraviť pre Boha? Mire vagyunk mink képesek megcselekedni az Úrért? Kým on vzal na seba naše nemoci, nesol naše bolesti, a my sme sa domievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strapený. Pedig a mi betegségenket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta. De mi azt gondoltunk, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza. Všetko, čo my sme robili v tom svete, ako sme žili, Ježíš Krisztus nesol na telo. Minden az, ahogy mink éltünk a világban, azért mindért ő szenvedett, ő szordozta az ő testén. Brat, sestra, keď úprimne hľadáme Boha, testvérem, ha őszintén keresjük Istent, a máme v svojom živote hriech, van ami az életünkben bűn. Koľko dní vládzeš tým ísť? Mennyi napig tudsz így élni? Iba jeden hriech máš vo svojom živote, koľko vládzeš? Mikor egy bűnöd van, mennyi tudsz menni? A vieš si predstaviť, toľko hriechov, toľko nepravostí boli vložené na Ježíša Krista? El tudjátok képzelni, mennyi bűn, mennyi istentelenség volt ráhelyezve Jézus Krisztusra. A to všetko len pre teba, pre mňa. És ezt te érted, és én érettem. Aby sme my mohli byť zachránení a spasení. Hogy meglehessünk váltó, megmentve. Nebolo žiadnej inej veci, aby za nás zaplatil. Áno, človek zaplatil za ňu. Striebro. Ale my sme boli kúpení drahocenným krvou Ježíša Krista. Minka drágo szent vérével voltunk megváltva. Ale Ježíš vedel dopredu, Boh vedel dopredu, že toto sa musí stať. Isten tudta előre, hogy ennek meg kell történnie. A prečo až taká smrť? És hogy ilyen halálon kell átmenni. Lebo medzi nami a Bohom bol prehľadný múr. Már mi közöttünk és Isten között egy válaszfal volt. Ale Ježíš prišiel. De Jézus eljött. A zbúril ten múr. És lerombolta ezt a válaszfal. A primulúva sa k nášmu otcovi za nás. És közben jár mi érettünk. Atyánál.
Bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia. Zrdený bol pre naše nepravosti. Kazie nášho pokoja bola vložená na neho a jeho synavicou sme uzdravení. Mindannyájan, mint juhok, eltévejettünk, mindenki a maga útjára tér, de az Úr őrá vetette mindnyájunk vétkét. Biblia píše, 1. list Petra 2.24, ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele, na dreve, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti, ktorého synavicou ste uzdravení. 1. list Petra 2.24. 24, moment. Okay. Bűneinket maga vitte fel testében a fáró, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, és az ő sebei által gyógyultatok meg. De szeszte, či sa neoplatí zomrieť pre seba a žiť pre Boha. Testvéreink, nem érdemes meghalni önmagunknak és tak, élni Istennek? Že by sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Žili spravodlivý život pre Boha. Hogy halljunk meg önmagunknak a bűnnek, és egy tiszta, szent életet éljünk Istennek. És kedy toto pochopíme? Tudjátok, mikor fogjuk ezt megérteni? Keď ozaj budeme to mať v srdci, Božia láska naproti nám. Amikor befogadjuk a szívünkben Isten igéjét és ezt a szeretetet, amit megtett miértünk. 7. vers hovorí, mučili ho a on ponižujúca znašal dobrovoľne, neotvoril svoje úst, vedený bol ako baránok na zabitie, zanemel ako ovca, ktorá zanemie. Predtým, ktorí ho striajú, neotvoril svojich úst. Kínozták, és ő megalázta magát. Száját nem nyitotta ki, mint a bárány, amelyet mészárszékre visznek, és mint a juh, amely megnémul, az őt nyírók előtt ő sem nyitotta ki száját. Ponizsili ho. Megalázták őt. Bol utrapeni. Meg volt kínos. Bol zničeni. Bol opornuti. Megvetett volt. A tu Biblia píše Matúš 27. Ahogy a Isten igen mondja Máté 27-ben. 27. Vtedy pojali vojaci vladarovi Ježiša do pretória a zhromaždili na neho celú čatu. Akkor a helytartó katonái átvitték Jézust a helytartóságra, és köréje gyűjtötték az egész csapatot. Máté 27-27. Išli na neho ako na zbojníka. Úgy mentek rá, mint valami... Celá čata vojska išla za Ježišom. Mint valami gonosz emberre. Egész csapatot küldtek. Aby ho chytili. Hogy elkapják őt. Vyhrýš ho, oddial ho šarlatovým plašťom, upletiuc korunu z trňa, položili mu ju na hlavu. Jeho pravej ruke dali trstinu, kľakajú spred ním, posmievali sa mu, hovorili, nech žije král Židov, a napľujúc na neho, vzali tú trstinu a bili ho po hlave. Levetkőztették, bíbor palástot adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, és nátszálot a jobb kezébe, majd térdet hajtva előtte így csúfolták, üdvözlégy zsidó királya, aztán leköpdösték, elvitték tőle a nátszálot, és a fejéhez verdesték. Brat, sestra, už si čítal toto slovo? Testvérem, olvastátok már ezt az igét? Čo k tebe hovorilo toto slovo? Mit mondott neked ez a iga? Hogy szólt hozzád? Jaké čítam toto slovo? Én mikor ezt az igét olvasom? Srdce pláče. Az én szívem, sír. Čo si musel prejsť, Pán Ježíš? Min mentát, Zúr Jézus, Krisztus. Ako by ti bolo, len keby som ja pľúval na teba? Hogy érezned magad, ha csak leköpdösnélek? Aká je to hamba? Milyen megalasztatás, milyen szégyen? Aká je to hamba? Milyen szégyen? Oni to nevedeli, že je to Boží syn. És ők nem tudták, hogy ő Isten fia. A tak to ranili. És így bántották. Pľuli na neho. Leköpdösték.
Robili si trstínu koruny. To víš, korunát činál to kofejre. Položili si ju na hlavu. Dáte tej kofejre. A byli ho po hlave. Eš ütöt tej kofejt. Aká bolesť musel Ježiš prejsť? Akú bolesť? Mia noť fájdalma komentáto zúri Jezus. Nekeď nám dačo pôjde do hlavy, dačo ostej, už nevieme vydržať. A my, kor mink valami éles megy a fejünkben, ma azt nem tudjuk kibírni, ma annyira fáj, valami történik velünk. Čo si prešiel Ježiš de mind mentál, v tom čase? Az Úr Jézus Krisztus abban időben. A to bolo, ten čas piatok bol, veľkonočný, az, piatok. Az a nagy péntek volt akkor. Toto všetko Ježiš musel prejsť. Jézus Krisztus ezen átment. Boží syn. Isten fia. Mohol to zastaviť. Megállhatott volna. Lebo bol Boží syn. Mert Isten fia volt, megállíthatta volna. Ale toto nespravil. De ő ezt nem csinálta. Nespravil toto. Lebo teba a mňa miluje. Nem csinál to, mert tégedet szeretet és szeret. A keď sa mu posmievali, vyzliekli ho plášťa, obliekali ho do jeho rucha, odviedli ho ukrižovať. A keď vychádzali, našli nejakého človeka, cyrenského menom Šimona, toho prinútili, aby nesol jeho kríž. Miután kinyújtották, kigúnyolták, levették róla a palástot, a saját ruháiba öltöztették, és elvitték, hogy megfeszítsék. Kifelé menet pedig találkoztak egy Simon nevű cirénei emberrel, akit arra kényszerítettek, hogy vigye az ő keresztjét. Hogy Jézus nevládal. Hogy Jézus nevládal. Bár ő nem bírta hordozni. Ale napriek tomu išiel až na kríži Golgote. De akkor is ment a Golgotai keresztre. Co sme čítali, že ho mučili? Olvastuk, hogy kínozták. Ponižujúc sa znášal dobrovoľne. De ő magaláskodva ezt hordozta. Neotvoril svojich úst. Nem nyitotta ki a száját. Povedený ako baranok. Mint a juh. Vitték a megölni. Len jedna myšlienka, keby prišla mu zlá Ježišovi. Celo vojsko by prišlo, aby zničilo toto všetko, čo tam bolo. Ha csak egy gondolat jött volna az Úr Jézus fejében, azonnal megsemmisültek volna ott a helyen. Vieme si predstaviť to Božie srdce. A to ďuk ezzelni, milyen Isten. A Ježišovie srdce naproti nám. Milyen Isten és Jézus Krisztus szíve mi értünk. A napriek tomu mu ubližujeme našim životom. Ennek ellenére mi az életünkkel sokszor megbántjuk őt. Hoci keď čítame. Bár olvasuk ezt. Vidíme, že čo Ježiš prechádzal. Lássuk, hogy min ment át. Nevažíme si to. Nem. Keď toto si nebudeme vážiť v našom živote. Nem értékeljük, ha ezt nem fogjuk értékelni. O čom bude kresťanstvo, brat, sestra? Akkor miről lesz a kereszténység, testvéreim? Vidíš kresťanstvo je o čom? Látod, miről van a kereszténység? De kedy prechádzame mi vo svojom živote iba trošku dačo? Od brata, od sestru. Valamikor mi egy kisebb nehézséggel megyünk át, vagy alebo od ľudí vonku. Fájdalom, vagy valami testvérekkel, vagy kint emberekkel, valami konfliktusba vagyunk. Usa cítime trápne. Már rosszul érezzük magunkat. Lebo nepoznáme Boha. Már nincs igaz ismeretünk Istenről. Ale Ježíš. De az Úr Jézus. Prišiel za teba i za mňa zomrieť. Eljött, te érted, és én érettem. Zati bol z väzby a zo súdu. A čo to je pokolenia, ktože ho vyrozpráva? Pretože bol vyťatý zo zeme živých, pre prestúpenia môjho ľudu mu bola zadaná rana. Erőszakkal és elítélve vitték el, és kortársai közül kigondolt arra, amikor kivágták az élők földjéből, hogy népen bűneért éri a büntetés. A Matúš 27:33 hovorí. Jeba sestra, tá rána bola veľmi veľká tá rána. Nagyon nagy volt ez a súlytás. Keď prišli na miesto zvané Golgota, čo znamená miesto lebu, dali mu piť otcu zmiešaného so žulčou, a keď ochutnal, nechcel piť. A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rucho, hodiac los, aby sa naplnilo to, čo povedal prorok, rozdelili si moje rucho a môj odev, hodili los.
Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Golgotának, azaz Koponya hegyének neveznek, epével kevert bort adtak neki inni, amelyet megízlált, de nem akart meginni, miután megfeszítették, sorsot vetve megosztották ruháin, majd leültek, hogy őrizzék. Vieme si predstaviť, čo tu Ježiš prežíval. El tudiu képzelni, hogy mit élt át az Úr Jézus. Zobrali ho, ukrižovali ho. Elvitték, hogy megfeszítették. A rozdělili si jeho rucho. Megosztották a ruháját. A losovali o ňom. Sorsot vetve. Losovali o Bohu, o jeho rucho. Ruhájáért sorsot vetettek. Rozdělili si moje rucho, o môj odev, hodili los. Brat, sestra, kedy my v našom živote, hoci nevidíme, nechápeme, da kedy my v našom živote losujeme, ani si nevieme predstaviť, že čo robíme. Valamikor azt csináljuk, hogy sorsot vetünk az életünkben, nem tudjuk, hogy mit cselekszünk. Losujeme, či svet, alebo Boh. Hogy döntés előtt vagyunk, hogy a világ, vagy az Isten. A vélja, kristiania tiež. Si losujú, že radši chcú zo sveta do svojho života, ako z Boha žiť pre Boha. Sokszor a keresztények is újra a világ mellett döntenek, és nem Isten mellett. 10. verš hovorí. Izaiáš 10. verš hovorí. 10. verš, Izaiáš 53. Ale Hospodinovi sa ľúbilo ho tak zdrdiť, strapiť nemocou, aby ak jeho duša položí obeť za hriech. Videl svoje semeno, bol dlhoveký a to, čo sa ľúbilo Hospodinovi, zdarilo sa v jeho ruke. Az Úr akarata volt, hogy gyötrődjön és összetörjön azért, hogy a saját lelkét áldozatul adva meglássa majd utódait. Napjai meghosszabbodjanak, és keze által megvalósuljon az Úr akarata. Všetko, čo si Ježíš prechádzal. Minden, amin Jézus átment. Otcovi sa ľúbilo. Ez így az Isten atya akarata volt, és így tett. Ho tak zrdiť a strapiť nemocou. Hogy így gyötrődjön, hogy így hordozza a betegségeket. Prečo, brat, sestra? De miért, testvéreim? Prečo toto všetko? Miért akarta ezt így mindent? Vieme pochopiť Boha a jeho srdce. Meg tudjuk érteni Istent és az ő szívét. Vedel by si vydržať ty pozrieť na svojho syna, ako tvoj syn trpí. Csak gondol bele, hogy ezt el tudnád viselni, hogyha látnád a saját fiadot, hogy így gyötrődik. A más toho radosť. Vedel by si vydržať. Ezt így ki tudnád bírni, és meg így elfogadni ezt? Verím, že nie. Ja sám by som nedokázal. Hiszem, hogy nem, mert én se tudnám. Ale Boh to spravil. De Isten az Atya ezt megtette. Boh sa ľúbilo to, čo Ježíš prechádzal. Istennek ez így tetszett, ez volt az Isten akarata, amin, hogy Ježíš... Lebo náš život smeroval do pekla. Mert ami életünk a pokolba vezetett. A Boh Otec to videl, že smerujeme do pekla. Isten előre látta, hogy pokol felé fogunk tartani. A za to si musel Ježíš prechádzať také veľké zlé veci vo svojom živote. Ezért ment át Jézus Krisztus ezeken a szörny dolgokon. Chodil po tejto zemi 3,5 roka. 3,5 évig ezen a földön járt. Rozprával, učil. Beszélt, tanított. Ale ľudia nechceli. De az emberek nem akarták őt, nem akartak megtérni. Nechceli Boha. Nem akarták Istent. Či není aj teraz toto? Vajon nem... Keď kažeme o Bohu... Vajon nem lássuk ugyanezt? Keď kažeme evangelium... Majd időnkben, amikor kimegyünk evangelizálni, predikálunk Istenről. Ľudia, choj preč, my nechceme. Emberek azt mondják, menj el, nem akarunk téged itt. Lebo nepoznajú Boha. Mert nem ismerik Istent. A my sme nepoznali Boha. Mink sem ismertünk. Ale vďaka Boží milosti, že Boh prišiel do tvojho a do mojho života. De hála az Úrnak, hogy Isten bejött. Že dneska môžeme byť tu na tomto mieste. Hogy ezen a napon itt lehetünk, ezen a helyen. Boh Otec videl svoje semeno dlhoveky. A to, čo sa ľúbilo Hospodinovi, darilo sa v jeho ruke. Okay.
Az Úr akarata volt, hogy ő gyötrődjön és összetörjön azért, hogy saját lelkét áldozatúval adva meglássa, majd utódait napjai meghosszabbadjanak, és keze által megvalósuljon az Úr akarata. Známky svojej duše vidí výsledok a nasytí sa svojou známosťou. Ospravedlní spravodlivý môj služobník mnohých a ich nepravosť on poniesie. Mert lelke szenvedése nyomán látni fog, és megelégedett lesz. Az ő megismerése által igaz szolgám sokakat igazzá tesz, mivel ő hordozza vétkeiket. A vidíme, že to nebolo zbytočné. És lássuk, hogy ez nem volt felesleges. Čo si Ježíš prechádzal, to nie je zbytočné. Amin Jézus átment, nem volt hiába való. Dneska sme tu. Ma itt vagyunk. Keby Ježíš nebol na kríži, tak dneska nesme tu. Az Úr Jézus Krisztus nem ment volna a keresztre, mi jöttünk, akkor nem lennénk itt, de ma itt vagyunk. Ale Boh Otec to videl. Isten az Atya ezt látta. A hovorí, preto mu dám podiel medzi veľkými a mocným, deliť bude korist. Pretože vyliel svoju dušu na smrť a počítaný bol prestupníkmi, kým on nesol hriech mnohých, primlúval sa za prestupníkov. Ezért a nagyokkal osztok részt neki, és a hatalmasokkal együtt kap zsákmánt, mert halálra adta életét, és a bűnösök közé számították. Noha sokak bűnét hordozta, és közben járt a bűnösökért. Brasztra, či sa neoplatí ozaj žiť pre Boha? Vajon nem érdemes érni Istenért? Tak ako evangelium hovorí, Ján 6. kapitola, že ľudia ho hľadali, preto, lebo videli divy a zázraky. Ahogy János 6-ban is lássuk, hogy az emberek keresték, mert láttak csodálkat. A ti ľudia ho opustili. De egy idő után azok emberek elhatták őt. Keď sme videli film o Ježišovi. Amikor láttuk a filmben. Keď bol sviatočný deň, že na ten deň prepustí jedného väzňa. Amikor nagy ünnep volt, akkor hajlandó volt Pilátus elengedni egy embert. Kde boli tie ľudia, keď tam bol Ježiš a Barabás? És hol voltak ezek emberek, akik egy időben követték Jézust, mikor ott volt Barabás és Jézus? Hol voltak ezek emberek, akik egy időben követték őt? Kde boli tie ľudia? Hol voltak? Ale kričali Barabás, Barabás. De azt kiáltották, hogy Barabás, Barabás, hogy őt engedj. Toho ukrižuj. Ježíša, ukrižuj. És Jézus Krisztust feszítsd meg. Brat, sestra, nech není v našom srdci cieľ iba o to, aby sme mali niečo od Ježíša. Testvérek, ne legyen a szívünkben az, hogy csak valamit akarunk mink Jézustól, de őt nem akarjuk. Ale našim cieľom je žiť pre Boha. A mi célunk legyen az, hogy éljünk Istennek. Spolu a pre Božie kráľovstvo. Együtt Istennek, Isten királyságáért. Aby sme spolu budovali Božie kráľovstvo. Együtt építsük Isten királyságát. Nem úgy, nem csak Marek. Ale všetci. Mindannyájon. Ježíš zomrol za všetkých. Mindannyiunkért Jézus Krisztus meghalt. Aby sme všetci slúžili mu. Hogy mindannyian szolgáljunk neki. Každý má nejaký dar vo svojom živote. Mindenkinek van valami ajándék az életében. A Boh vedel, že ty budeš mať taký dar, budeš slúžiť s takým darom. És Isten tudta, hogy neked ilyen ajándékhoz lesz, és avval fog szolgálni. Ja budem mať iný dar, a ja budem slúžiť iným darom. Nekem más ajándékom lesz, én máshogy fogok szolgálni. Či sa neoplatí žiť pre Boha? Vajon nem érdemes Istenért élni? A keď sme si tu čítali, že preto mu dám podiel medzi veľkými a mocnými. Deliť bude korist, pretože vylial svoju dušu na smrť. A počítaný bol prestupníkmi, kým on nesol hriech mnohých, primlúval sa za prestupníkov. Ezért a nagyokkal osztok részt neki, és a hatalmasokkal együtt kap zsákmánt, mert halálra adta életét, és a bűnösök közé számították, noha sokak bűnét hordozta, és közben járt a bűnösökért. Tak ako Getsemanské záhrade, úgy, mint a Getsemani kertben, keď Ježíš išiel sa modliť, amikor Jézus ment imádkozni, keď už prišla tá hodina, keď Ježíš musí ísť na kríži, amikor eljött mal az a idő, hogy el fogják vinni, elítélni és a keresztre, on išiel otcovi sa posilniť. Ment az atya felé. Atya... Tiež potreboval Ježíš, bol človek 100% a 100% Boh bol. Mert bár 100% Isten volt, de ember is volt. Hoci na tele trpel Ježíš. Testen szenvedett. Ale v duchu bol veľký. A szellemben nagy volt. A on pocitoval, tak je, Biblia píše, že pocitoval veľmi trapné dušu. Önek a lelka gyötrődött. A hovoril činíkom, budete so mnou hodinu,
Modlíti so mnou. Mondta a tanítványoknak, hogy legyenek fent vele. A keď prišiel Ježíš, és mikor jött Jézus, našiel ich spať. Látta, hogy elaludtak. Nevedeli bdieť hodinu s Bohom. Nem tudtak vele fent lenni és imádkozni egy órát. To, čo všetko sme si tu prečítali, prešli. Az, amint alolvastunk itt. Či sa neoplatí dať život Bohu, vajon žiť pre Boha. Vajon nem érdemes Istenért élni. A nebaví sa s tým svetom. És odhagyni a világot. Svet ti nedá dobre. A világ nem ad neked jót. Iba ťa zoberie od Boha. Elvisz téged messzire Istentől. Je tu pekné veci. Je tu pekné veci. Sú tu pekné veci. Tud adni a világ szép dolgokat. Telo si žiada. Ami je tašnak, ale my musíme bojovať. Ami tá tašt kíván, tak ako Ježíš bojoval. Da nekünk harcolni kell ezzel. Za nás na kríži išiel. Úgy, ahogy Jézus Krisztus harcolt miértünk. Vieš, održal na kríži. Tudod, hogy mi tartotta őt a kereszten? Neteklince. Nem a szögek. Ale láska. Naproti tebe a naproti mne, brat, sestra. De az ő szeretete, tá irántot, testvéreim. A vieme, že tu neostávame, že Ježíš áno, zomrel za nás. Zomrel za nás. És itt nem állunk meg, mert tudjuk, hogy meghalt miértünk, de... Ale prvý list korinským... De az első Korintusban az van írva... 15. kapitola. 1 Korintus 15. Hovorí, oznavujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte, skrze ktoré i spasení bývate, ak držíte v pamäti, jakým slovom a v akom smysle som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. Első 1 Korintus 15.1. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdetem nektek, amelyet be is fogadtatok, melyben álltok is, amely által üdvözöltök is, ha megtartjátok úgy, amint hirdettem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Brat-sestra, keby iba len uveríme. Testvéreim, ha csak úgy hiszünk. A nebudeme tu mať srdci. De nem lesz a szívünkben. Je to zlý motív. Az nem jó motivum. Ale vieš, čo bolo? 3 a 4. Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písmem a že bol pochovaný a že tretí deň stal z mŕtvych. Halelúja. Halelúja. Ježiš stal z mŕtvych, brat, sestra. Halelúja. Mindenek előtt azt adtam át nektek, amit én is úgy kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemették, és hogy feltámadt a harmadik napon az írások szerint. A mi veríme, že Ježíš je v našom živote. És mi hiszük, hogy Jézus az életünkben van. Keď úprimne hľadáme Boha, amikor őszintén keressük Istent, keď sa približujeme k nemu, amikor megközelítjük Istent, on sa priznáva k nám. Ő közeledik mi felénk. Ale vidíte, že Boh nás neopustil takto. Lássátok, Isten nem hagyott minket el. Ježíš Krisztus stál z mŕtvych. Jézus Krisztus feltámadt. Aby sme chodili jeho šľapajách. Hogy őt kövessük, ő nyomájban. To, čo on kázal, to, čo on učil. Az, amit ő predikált. Aby sme my s tým slúžili iným. Hogy mink ugyan így szolgáljunk másoknak. Aby boli aj iní ľudia zachránení a spasení. Hogy mások is meglegyenek váltó, megmentve. Lebo Ježíš Jana zaplatil stupenku do neba. Mert Jézus Krisztus megfizette miértünk, felépült a mennybe. Naše občanstvo není tu na zemi. Ez nem a mi hazánk, ez a föld. Ale naše občanstvo je v nebesiach. A mi hazánk fent van a mennyben. Tuto občanku, čo máš doma, možno ti platí rok 2020-2023. Az a személy igazolvány, ami nálod van, lehet, hogy 2023-ig tart. Ale toto občanstvo, čo budeme mať v nebi, de az, ami mennyországban lesz, platí večne. Az örökké való lesz. Halleluja. Amen.